itt vagyunk a TomTom stúdióban, most veszük fel a karácsonyi dalt, melynek címe Ilyenkor. Régi szellem szálmai el a világ kék egén, jégvirágban tündököl, kezében dicsőség, nyújtja a nap felé fényeit, szórja szét. Hát tavaly karácsonykor sétáltam haza a Szent István Parktól a Csanádi utcán, és közben született meg ez a dallam, ami a verzében is van. És aztán hazamentem, gyorsan meggyújtottam egy adventi koszorút, lekapcsoltam minden lámpát, és akkor megírtam a dalt, mert éreztem, hogy na most eljött az iklet pillanata, meg kell ragadni, és egy évet vártam rá, hogy fölvegyük. Hát ez az Ilyenkor című dal. Uh-huh. Ezt egy kedves barátom írta. Uh-huh. Nagyon szuper lett, szerintem tök jó. Szép lesz. Hangszereltünk hozzá egy jó kis alapot. Talán van benne, hogy a Milán majd vokálozni is fog benne, illetve az elektromos és akusztikus gitár tudását is megcsillogtatja. Illetve te. Én. Te pedig a akusztikus cselló, illetve basszus gitáron is közreműködsz. Ezt élőben ugye nem tudjuk paralel, hiszen belőled csak egy van. Őszintén szóval egy nappal hát éve gyakoroltam. Ez nem igaz, de a teamnek köszönhetően nagyon gyorsan és hatékonyan haladtunk. Tartalmilag is, lényegileg, valamint technikailag és emberileg is úgy gondolom, hogy sikerült a maximumot kihozni magunkból, embertársaimból és a társadalomból. Szóval egyre. Akkor nem tört bele a bicskád. A bicskám nem tört bele, legalábbis remélem, de ezen majd a végcélkor tudunk nyilatkozni, hogy a bicska mennyire van beletörve. Persze, most biztos megy a felvétel. Dehogy nem megy. És mit üzennél a karácsonyt váróknak? Hát azt üzenem, hogy nem lehet elég korán elkezdeni az erre való készülődést, és remélem, hogy ezt a dalt minél előbb meg fogják majd hallgatni, és ez segít nekik majd abban, hogy így rá hangolódjanak erre a fantasztikus családi ünnepre. És te hallgatnád ezt a dalt karácsonykora? Karácsonyfánál? Abszolút. Sőt, játszanám is. És te hallgatnád ezt karácsonykor? Én igen. Én valószínűleg fogom is, majd beteszem. Tök örülnék neki, hogyha végre nem csak a Jingle Bells-t hallgatnátok, miközben fenyőfát díszítetek. Szóval nagyon örülnék neki, ha ezt a dalt is hallgatnátok, ez a lényeg. Le a Jingle Bells-el! Sziasztok! Pedig egyébként Jingle Bells fan vagyok, viccen kívül, de azért kicsit mást is hallgassatok néha. Merry Christmas, yeah, and Happy New Year for everyone! Köszönjük szépen! Mert ilyen is lehet.